Sziasztok, üdvözöllek titeket a Csináld Magad Ötletek csatornán. Ma, amit mutatok nektek, az egy nagyon szuper ajándékötlet, akár most karácsonyra. Például egy ilyen nyakpárnát olvasáshoz, ami hát nagyon praktikus, hogyha sokat olvastok. Főleg, mert nagyon könnyen megfájdul a nyakunk, hogyha nem megfelelően tartjuk a fejünket. És hát ebben segít ez a jó kis nyakpárna. Viszont nagyon sokoldalú a felhasználása, mert azon kívül arra is használhatjátok, hogy ide lerakjátok, és a könyvet erre helyezitek rá. És hát a bónusz, hogy az egészet nagyon könnyű elkészíteni, 10-15 perc alatt meg lehet varni. Azon kívül kezdőknek is kifejezetten tökéletes. Nos, tehát ehhez szükségünk lesz anyagra, anyagcsipeszre, ollóra és töltőanyagra. Tehát látjátok, nem kell sok minden az egészhez, és nem is lesz bonyolult. És nem lesz bonyolult kezdőknek sem. Ha nincsen megfelelő töltőanyagotok, akkor akár egy régi párnát, amire nincs szükségetek, azt felvághatjátok, és abból kiveszitek. Maga a minta nagyon egyszerű, mindössze 3-4 szögre lesz szükségetek, ami 40 cm hosszú, és körülbelül 18 vagy 19 cm széles. Az enyém itt 40x18 cm. Az enyém az már nem 4 szög alakú, mert én már a következő lépésnél járok, mégpedig ilyen csont alakúnak kell kinéznie. Ebből 3 darab kell, ami ugyanolyan méretű. Nekem ezek itt, ahogy mondtam, 40 cm hosszúságú 4 szögből lett kivágva, amik pedig 18 cm szélesek, ezt félbehajtjátok, tehát széltében, hogy így 20x18 cm-es darabjaitok lesznek, majd újra megint, így fentről lefele félbehajtjátok, körülbelül így, és már csak egy csont alakot kell ide rajzolnotok. Tehát fönt így közepe fele lementek, és itt alul is egyenletesen így befele fogjátok vágni. Ami után így kell körülbelül kinéznie. És ha kinyitjuk, csont alakú lesz. Ami így minden oldalán ugyanúgy néz ki. Ugyanis itt tükröződve ugyanúgy lett kivágva, és így ugyancsak tükröződik. Ezért hajtottuk össze 2-szer az elején. De ha ezt így bonyolultnak találjátok, akkor egyszerűen keresetek rá a neten a nyakpárna vagy csontnyakpárna olvasópárna szabás mintára. Nagyon sokat lehet találni, nagyon sokfélét. Ezeket ingyenesen le lehet tölteni, és hát a lényege, ugye, hogy ilyen csont alakja legyen. Tehát ugye ebből 3 darabra lesz szükségetek, amik pontosan ugyanolyan egyformák és ugyanolyan méretűek. Ugyanott van itt teljesen kivágva, ugye, és hát a mérete is, ahogy már említettem, ugyanaz. Közben egymásra fektettem mind a 3-at, de nem így fogjuk varni, hanem csak egyre van most szükségünk. A színével, vagyis szép részével felfele, és fogom a másodikat, amit ugyanúgy színével színre, tehát szép részével lefele fektetek rá. Ezután viszont nem szimplán körbevarjuk, hanem csak a felét. Ami azt jelenti, hogy jelen esetben én most csak így a felét, a fenti részt fogom először megvarni, tehát ez a rész így szabadon fog maradni, ugyanis ide lesz még a harmadik csont, harmadik anyag varva. Úgyhogy figyeljetek arra, hogy pontosan a feléig varjátok össze. Én az anyagcsipeszemmel fogom, azzal rögzítem most, viszont ha ti kezdők vagytok varrás terén, akkor érdemesebb lehet gombos tűvel rögzíteni. Azzal ugyanis az egész pontosabb lesz. Úgyhogy így varjátok itt végig a forma mentén, kövessétek a szélén. Ezt én így nagyjából most akkor rögzítem. Körülbelül így, itt. És ezt a végét is. De ügyeljetek akkor arra, hogy csak itt közepéig, idáig kell varnunk. A kifordításhoz pedig nem kell meghagynunk nyílást, ugyanis itt az egész túloldala az még nyitva van. Ennél fogva annyit kell, hogy elkezditek itt varni, és végig a széle mentén, végig így, egészen idáig. Miután pedig így összevartátok ezt a szélét ennek a 2 anyagnak, nincs más hátra, mint hogy így fölhajtjuk egymásra az anyagot félig.
És már is hozhatjuk és ide rakhatjuk rá a harmadik anyagot. Figyeljétek, hogy így pontosan illeszkedjen itt ez a vége. Gyorsan fogom is az anyagcsipeszt, és rögzítem is, de hát érdemesebb, ugye, ne felejtjétek a kezdőknek gombos tűvel dolgozni. Itt azért látszik, hogy kevésbé lehet pontosan ezekkel az anyagcsipeszekkel végigcsipeszelni, nem lesz úgy egymáson. És itt középen is rögzítem, ideig fogjuk majd varni. És ugyanezt megcsinálom a túloldalán is. De figyeljetek, hogy csak a feléig varjátok, tehát körülbelül idáig, és nehogy összevarjátok így az előzővel. Tehát arra figyeljetek, hogy akkor elkezditek így csak az egyik oldalt varni, közben itt ezt az oldalt is rögzíteni fogom. És csak akkor, hogyha összevartam egészen idáig közepéig, közben itt is gyorsan megcsipeszelem. Ha pedig csak akkor, hogyha megvagytok a túloldallal, akkor varjátok idáig, középig, és csak akkor folytassátok tovább ezzel az oldallal, amit még így nyitva van. Ezt nem lehet így egyszer egymás után csinálni, tehát így egyszerűen végigvarni, mert különben így rávarnátok, összevarnátok az előzővel is. Tehát ha megvagytok, fordítsatok egyet rajta, és csak itt varjátok akkor tovább. Közben megvartam a második részt is, látjátok? Tehát először is itt van ez így egymáson, illetve ez, és itt is a fele, ami azt jelenti, hogy már csak ez az egy oldal hiányzik. Most ezt fogom varni, viszont hagyok egy kis nyílást. Tehát ami fontos, hogy az utolsó oldal, amit így megvartok, ott hagyjatok egy kis nyílást, ami keresztül majd ki tudjuk fordítani. Én itt ennél az enyémnél középen fogok hagyni egy kis nyílást, ami elég praktikus, mert ez egy ilyen kis egyenes rész, ahol majd be tudjuk zárni könnyen. Közben megvagyok a varrással, viszont figyeljetek arra, hogy mielőtt még kifordítanánk, vágjátok be így végig ilyen kis rojtosra. Erre itt a csücskökben van szükség, itt végig vagdostam őket, ugyanis amikor majd kifordítjuk, akkor sokkal szebb lesz az egésznek az esése. Azaz szebben fog felfeküdni az anyag, ahogy kitöltjük. El is kezdem kifordítani, arra figyeljetek itt még, hogy jól minden sarkot kifordítsatok. Miután rendesen kifordítottam itt az egészet, és figyeltem arra, hogy a sarkak is megfelelően ki legyenek nyomkodva, nincs is más hátra, mint hogy megtöltjük a mi kis töltővattánkkal, de arra figyeljünk, hogy elegendő mennyiség legyen. A legjobb tartás akkor lesz ugyanis a párnának, hogyha tele van töltve. Ha feltöltöttétek annyira, hogy már nem fér bele több, tehát azért teljesen rakjátok tele, elég keménynek kell lennie, úgy fogja ugyanis legjobban a funkcióját betölteni, mint nyakpárna vagy tartópárna, akkor be is varhatjátok a nyílást. Én most ezt egy nagyobb tűvel cikcaköltéssel fogom, mégpedig így kézzel, mert így a legegyszerűbb. Illetve én nem pontos öltésekkel fogom ezt így végigvarni, csak úgy nagyjából, az is elég jó lesz, tehát beleszúrom így mindkét oldalba, és egyszerűen úgy összehúzom, hogy bezárja, összehúzza teljesen a két anyagot. De hát ez így a célnak tökéletesen meg fog felelni. Miután pedig bevartatok így a nyílást, a kis nyakpárnátok kész is van. Javaslom tényleg, hogy nézzetek utána interneten, írjátok be a Google keresőbe, ugyanis nagyon sokféleképpen lehet felhasználni.
Én elsősorban nyakpárnának szeretem használni, ugyanis nagyon kényelmesen itt a fejet középen el lehet helyezni, nagyon jól támasztja a nyakat. De ha például valaki hason szeret feküdni, hason fekve olvasni, akkor ezzel így kicsit meg lehet magunkat támasztani, vagy pedig ide helyezzük a könyvet középre, és így lesz egy dőlésszög a könyvnek, így könnyebb olvasni. Tehát, amint látjátok, elég sok felhasználási területe van ennek az egyszerű kis párnának. Azon kívül nagyon könnyű megvarni, nagyon hamar megvan az egész, kezdők számára is, tehát ezért is gondolom, hogy ez így egy egészen szuper karácsonyi ajándékötlet, ami ráadásul gyorsan megvan. Sőt, még különlegesebb lehet, hogyha minden oldalát megvarjátok más anyagból, ha maradt még anyagotok. Ha pedig például karácsonyra könyvet ajándékoztok, akkor varhattok mellé egy ilyen egyedi nyakpárnát is. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, és hasznosnak találtátok, akkor egyrészt nyomjatok egy lájkot, másrészt kérlek iratkozzatok fel a Csináld Magad Ötletek csatornára, osszátok meg a videót, hogyha tetszett, valamint kapcsoljátok be az értesítéseket, és így nem fogtok lemaradni egy videóról sem. Köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb, sziasztok!